Hihetetlen, hogy nem veszik észre, hogy az ember az egyetlen állat, aki nem tudja magának felépíteni a hajlékát. Ez nem igaz. Tehát ha hagynák, tehát hogyha nem tömnék a gyerekekbe ezt a sok baromságot. Tehát mire kikerül az egyetemről, mindent tud. Ugye a hol túloldalán levő krátereknek a nevét, meg a bitai dél-amerikai mellékfolyókat, csak a lányok nem tudnak ennivalót főzni, a férfiak meg nem bírnak beverni egy szöget. Na most ez milyen tudás? Meg egyáltalán ez kinek fontos ez a tudás? Mi ezt tanítjuk vissza az embereknek, hogy merjenek nekiállni építeni. Mert ezt mindenki meg tudja csinálni. Egy gyereket, ha hagynának, hát ha hagyja a gyereket, az ember egy pillanat alatt bunkert épít. Tehát itt, amikor vágtuk a fákat az erdőbe, állandóan bunkerekbe botlottunk, ugye, mert a gyerekek mindig valamilyen titkos helyen, mint hogy mi is csináltuk, meg mindenki csinált a gyerekkorában, titkos kis bunkereket épített, ugye? Nyilván nem az a megoldás, hogy mit tudom, hogy itt fürdőköpenyvel, tarsolyban rohangászunk, hanem erre van a mondás, hogy nem őseinket kell követni, hanem azt, amit őseink követtek. Tehát az őseink mit követtek? Szabadok voltak, függetlenek voltak, nem éltek félelembe, egészségesek voltak, ebbe kéne őket követni. Mikor ide kerültünk, vagy ide jöttünk, akkor a polgármester, aki nagyon tetszett ez a mi döntésünk, meghívott minket egy augusztus 20-ai ünnepségre, és ott bemutatott minket a falunak, és hát nagyon izgultunk, mert ugye ilyenkor az emberben bent van, hogy a másképp gondolkodókat, ugye a devianciát nehezen fogadják, ugye, és a vidéki emberek talán még nehezebben. És hát így nem is volt ez a bemutatás előre megbeszélve, hogy ez hogy fog zajlani, én meg gondoltam, hogy majd ott elmondja. Hát mondott pár szót, és akkor mindjárt mondta, hogy akkor én mondjam el, hogy mi kik vagyunk, meg mik vagyunk, meg miért jöttünk. És hát ez ugye eléggé vicces volt, mert ugye ez egy ilyen, hát ugye augusztus 20-ai ünnepség, és ugye itt a Szent Istváni útról volt szó, és hát ezekről az értékekről, amiket nyilván az értékeket nem vonom kétségbe, de mondtam, hogy hát mi inkább ezt a koppányi vonalat követjük, mert hát ugye próbálunk szlóval járni, meg jurtával lakni, meg ilyesmi, és hát nagyon tetszett nekik. De hát megnyugtattuk őket, hogy hát mi is keresztény értékeket vallunk, bár nem mindent ebben a hagyományos formában, de hát nagyon örültek, és meghívtak az asztalukhoz, és akkor megkérdezték, hogy lehet-e, hogy eljönnének körülnézni, vagy megnézni bennünket. Hogy is élünk? Hát mondtuk, persze, hát mondtuk, majd ez úgyis csak egy ilyen lángolás. Hát másnap valami 20-hányan jöttek, Andika, itt jöttek a dombon gyalog, és szépen felöltözve, és mindenki hozott egy kis piknikkosárba mindenfélét, amit ők maguk csinálnak, és még véletlenül se hozott kettő ugyanazt. Tehát van, aki egy kis bort, aki kompótolt ki, lekvárt ki, pár szem krumplit, tehát itt szimbolikusan. És leültek, és itt voltak egész délután, és érdeklődtek, és tényleg érdeklődtek, hogy mi miért, és mit gondolunk, és mi ez a jurta, és hogy, mint. Annak idején még az egyetemen tanítottam, és hát látszott már akkor, hogy borul a világ. Tehát, hogy ez a világ, ez nem fenntartható, ma úgy hívják, de tulajdonképpen arról szól, hogy a Föld az egy élőlény, és mi, ahogy élünk jelenleg, úgy élünk, mint a kórokozók. És minden szervezet a kórokozók ellen védekezik. Tehát előbb-utóbb ellenünk is elkezd védekezni, és most ezt látjuk szanaszét, és most már nagyon akadémikusnak kell lenni annak, aki nem látja, hogy mi történik a világban. És hát először próbáltunk fizikai szintű válaszokat találni. Tehát ez a mag, ez az első közösség, annak az volt, akkor még Gödöllő laktam, Magyar Akadémia Gödöllő. És ez főleg természettudósokból állt, de hál' Istennek abból is nagyon sokan megmaradtak később a magba. Bár kiderült, hogy természet tudományosan már menthetetlen ez a Föld. Tehát ez olyan, mint a Mari néni, akit hazaadnak a áttételes rákkal a kórházból, hogy game over. És akkor jött az, hogy megismerkedtem ezekkel az emberekkel, egy Pap Gábor, Szántai Lajos, Molnár Jóska bácsi, és ezek mutattak egy másik utat is. És
Hát ehhez még hozzájött az, hogy még az Atommagkutató Intézetben dolgoztam, és ott már elkezdtem ilyen parajelenségekkel foglalkozni. Tehát látszott, hogy van valami világ e fölött, amit mi tanulunk, vagy tudunk, vagy próbálunk megismerni. És hát egyre több jel mutatott arra, hogy egyáltalán nem lefutott a meccs, csak rossz helyen keressük a megoldást. Júliusba jöttünk. Eljöttünk. Hogy áll, Andika? Júliusba. Ja, júliusba jöttünk. Hát ez már egy ilyen körülbelül 3 éve tartó keresésnek, vágy, beteljesítésnek az eredménye. Milyen indítatásból? Hát szeretnénk természetesen élni, és a természetben élni, nem természethez közel ilyen, hanem benne a természetben. Szeretnénk, hogyha a gyermekeink ebben a közegben nőjének föl, itt kapnának gyökereket. Hát azt mondták, hogy nagy bátorság kell ehhez. Én meg mindig azt mondom nekik, hogy nem ehhez kell a nagy bátorság, hanem ott élni a városban, meg úgy élni, ahogy mi is éltünk. Ugye sokan sajnálják, hogy hú, szegények, most mi nem vagyunk szegények, mi iszonyúan gazdagok vagyunk, mert rengeteg az időnk, van minden, amire szükségünk van. Tehát mondhatni azt tényleg, hogy mindig megadatik, ami kell. Tehát a szükségleteinknek, és ezt hangsúlyoznám, hogy a szükségleteinknek megfelelően megkapunk mindent, és még egy kicsit többet is. Ennek a nemzetnek az a neve, hogy magyar. Az egyszerűen annyit jelent, hogy magerő. Itt vagyunk Európa magjába, kellős közepébe, az a nevünk, hogy magerő, és nézzünk ki a fejünkből, hogy mit kéne csinálnunk. És közben tele vagyunk gyógyvizekkel, gyógyító ásványokkal, gyógynövényekkel, gyógyító emberekkel. Hál' Istennek az első fecskék már jönnek, de elég szigorú itt a befogadás. Tehát ugye minden közösség védi magát, van egy immunrendszere, mindössze az immunrendszer elve arról, hogy mi az, ami én vagyok, mi az, ami nem én vagyok. És minden betegség úgy keletkezik, hogy valami olyat, ami nem én vagyok, befogadok. Tehát vagy szellemileg fogadok be olyan eszméket, vagy az anyagi síkból zabálok be olyan dolgokat, amit beteggé tesznek. Tehát emiatt ez a közösség is védi magát, és hát itt van egy év próbaidő azért. És hát nagyon sokan itt kibuknak az elején. Ugye egyszer volt itt egy újságíró, és kérdezte, hogy hát, hogy miért csinálom ezt, és mondom, hogy azért, mert szeretném, hogy a világ jobb legyen. Tehát én nem a sárga csekkek elől menekülök, meg a benzinár, meg az ilyesmi, hogy én nekem könnyebb legyen, mert én úgy élek, hogy egyre nehezebb legyen. Tehát ezt mondjuk az anyukámnak sem tudom elmagyarázni, de én igyekszem úgy élni, hogy egyre nehezebb legyen. Én igyekszem egyre kevesebb gépet használni, én igyekszem kézzel húzni a fűrészt, pedig hát nem vagyok fiatal, ugye beteg vagyok. Tehát én a beteg világból jöttem. Én abba éltem 40, mit tudom én, hány évet. Ugye, tehát nekünk az Andikával duplán nehéz, mert hoztuk azokat a nem csak mentális betegségeket, hanem fizikálisan is. Hát szemüvegem van, nem látok jól. Sötétben neki megyek a fának, hát nincs villanyunk. Tehát ugye egy természetben élő ember lát a sötétben. Nekem van olyan barátom, egy lány, aki így nőtt föl 6 éves korától, nem volt soha villany. És tehát úgy lát a sötétben, hogy ő szokott kézen fogva vezetni, ha itt van nálunk, úgyhogy elmegyünk megkeresni egy elveszett karabinert mondjuk, és ő a sötétben megtalálja, én meg neki megyek a fának. 4 hektár ez a terület, ebből körülbelül 3 hektár az, ami rét, legelő, és 1 hektár az erdő. És hát így ebből tulajdonképpen nagyon sok száradékfa van, tehát abból a tüzelőt meg tudjuk szedni. Akkor hát a rét az inkább ugye a legeltetés miatt fontos, mert ugye vannak lovak, hát ugye a ló az nekem egy nagyon nagy szerelem, és hát ló nélkül nem lehet igazán élni, azt gondolom. Meg hát ugye kecskék vannak, páran, 3 fejős kecske, hogy a sajtunk meglegyen. Aztán szeretnénk egy kis tehenet, hogy az egyéb tejtermékeket is elő tudjuk állítani. Az ilyen kiélezett történelmi helyzetekben általában nem az a kérdés,
pedig mindig így tesszük fel, hogy az én életemben az a pozitív változás az létrejön. Ha létrejön, akkor az ember nagyon fog örülni, ha nem jön létre, és nem fog elkenődni. Tehát tudni kell azt, hogy ez egy folyamat. És hogy ez a folyamat mikor fog tetőzni, ez egy külön kérdés. Ez bármikor bekövetkezhet. Megint csak visszautalva a magyarságnak az ilyen típusú küldetéses szerepére, Jelenések könyvében van egy olyan bíztató mondat, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Most a világtörténelem, művelődés történelem, kereszténység is egyetlen egy olyan típusú koronát tart számon, amit élőnek tekintenek, és hát szent a jelzője, ez a magyar szent korona. Tehát itt nagyon szépen lehet érzékelni dolgokat, hogy mi a feladat. Légy hű, mint halálig. És minél több ilyen küldetéses életpálya él révbe, az visszamenőleg azokat, akik úton járnak, vagy még el sem indultak, annál inkább ösztönzés bátorítja a pozitív tettek végrehajtására. Valamikor 1456, hát ez 555 évvel ezelőtt volt, a Nándorfehérvári diadal idején a török egy hatalmas nagy mágiát gyújtott. Ez a mágia félelmetes volt, hát ez szó szerint tűzmágia volt, és közben lement a nap, felragyogtak a csillagok, és ez a mágia pedig irtózatos, hatalmas erővel lángolt felszinte egészen az égig. És akkor a Duna és a Száva találkozásánál, a Száva túlsó partján alatt magyar porhadak, úgymond porhadak, tehát ott voltak pásztorok, voltak jobbágyok, voltak szerzetesek, tehát tudunk, név szerint ismerünk ferences szerzeteseket, pálos szerzeteseket, tehát tulajdonképpen Magyarország népe ott összejött. És hát Kapisztrán Szent János is ott táborozott. És egyszer csak ott a táborban meggyulladt egy kis gyertyafény, aztán meggyulladt még egy, aztán meggyulladt megint egy kis fény, és akkor csak azt lehetett látni, hát most természetesen mit lehetett látni, mi a leírásokból ismerjük ezt az eseményt, ez tényleg megtörtént, hogy ezek apró lángocskák így szépen így elindultak a vár felé. Átléptek a várfalon, felmentek a fellegvárba, és a sok-sok apró láng egy hatalmas nagy fényfolyamot alkotott. És itt egy óriási tanulság érhető tetten, mert amikor ez a fényfolyam létrejött, és ez egy hatalmas nagy fényfolyammá duzzadó áradatként nyilatkozott meg, a töröknek a mágiája hogy nem elaludt. Na most az ember érzi, hogy jelen pillanatban a világban ilyen folyamatok érhetők tetten. De azt is tudni kell, hogy ezek a lángok emberi lélekek belsejében, vagy szívek belsejében, ezek nagyon könnyen elfújhatók. Tehát amennyire egyfelől pozitívnak érzi az ember az ilyen típusú eszmélési jelenségeket, azért tudni kell, hogy ezek jelen pillanatban még elég törékeny, szalmalángszerű vonulatként jelennek meg. Itt az a kérdés, hogy át tud-e törni egy olyan határt, amikor most képletesen szólva a folyó egyik oldaláról átmegy a másik oldalra, és felmegy abba a várba, ahol tulajdonképpen mi magunk tartózkodunk életünk várában, életünknek a világán belül, és ott hatalmas fényé tud-e egyesülni.